lakást. Szia, Ádám! Jó, azt hittem, hogy ilyet akartam. Mindenki ott is alakítottak? Nem. Ja, de ezt most írtam el. Képzeljétek el! Tegnap mondta, hogy Szegedre. Ja. Kezed el, tegnap a ünnepünkre, ünnepkönyvét, önnyitottam egy kerekkel, külön kérdés. Kergetem? És ha szembe állt az elbúval, akkor a bal széle a jobb a kiadó, és még akkor ott az ott. Apámról írtam. Nem, nem olyan? Az én, a... Azt tudod csak felvenni, amit mi csinálunk, így van. Semmi már. És itt a lány. És ki van a szó? Egy széket még kérjük. Hogy majd az idő könti el. Mit mondtál, hogy az idő könti el? Ott van még. Hogy a Tóth Krisztály megmarad, mert egy ilyen nagyon kiállal. Pályakezdő költő esetében ugye hát... De ki van? Harcolok, nem? Harcolsz! Te egyedül vagy, és nem vagy hát elég... Hát az úgy van kitalálva, azt mondom, nem vagyok elég akarat. Nem vagy elég akarat. De nem az a stílusom. Nem, nem van, most már pakolunk el. Mi van, bűnöm? Hát mondjuk, igen, de azt mondták nekünk, hogy össze kell pakolni. 50. Nem most, hanem mondjuk 5 perc múlva. Ja, hát most már jól lelagyult. Van, hallottam azért a mancikás filmet, hogy nagyon jó lesz, nagyon jó lesz, egyszer lesz. Csak hát nagyon ár. Akkor elment a gyerek? Igen, nem tudom. Nem, mert te úgyis mész delik kávé. Szépen, hogy még kávéz. És ezeket a dolgokat valójában nagyon kemény kéne meg. Sziasztok! Szia, puszi! Nem tudom, hogy nyelveket. Nekem az a gondom, hogy szerkesztő csak magámba kutyolja. De mi magás személyek, itt a véletlen beszélgetünk, mert nem is tudtam, hogy ez megszólalt. Nyugodtan, nyugodtan. Figyelj, csak tudd, hogy a jó című könyv 200 lira. És az majdnem 5000 forint. És az állnőt nem tudtál. Figyeltél. Az állnőt meg. Tényleg, és a betegkedők miért nem volt, hogy ki az állni? Majd lesz, ha meghaltam. Csak? Szerintem az lesz a legjobb. Hát itt még... Ez a kártyával.